Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén. Örülünk neki, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hosszabb idő kiesésével újra meg tudtuk szervezni együtt a bibliai evangelizációs sorozatot itt Dobán. Köszöntöm külön a polgármesterőt, és köszönjük a lehetőséget, hogy segítettek ebben, hogy lehetővé tették számunkra, egy ilyen szép termet elkészítettek, felújítottak. Hívjuk meg imában Isten jelenlétét erre a helyre. Mennyei jó atyánk, hálából hagyjuk meg fejünket. Szeretném megköszönni, hogy lehetővé tetted, hogy ezen az estén összegyűlhessünk. Köszönjük neked, hogy Szent Lelked által indítottál bennünket, hogy megjelenjünk, és az a kérésünk, hogy a mi szívünket, a mi elménket azt készítsd elő, hogy a te igédet azt meg tudjuk érteni, be tudjuk fogadni, és azt szerint tudjuk élni. Arra kérünk, hogy áld meg a te igéd szólóját is, és segítsed őt, hogy minden szó, minden ige, amely elhangzik általa, az valóban lelked által legyen illetve, és adjad, hogy mindannyian ezáltal épüljünk és növekedjünk. Arra kérünk, hogy áldásodat helyezd minden egyes szolgálatra, minden egyes jelenlevő személyre, és adjadunk, hogy mindannyian téged tudnánk első helyre tenni életünkben, és felkészülhetnénk arra a nagy napra, amikor eljössz országoddal. Köszönjük neked, hogy rábízhatjuk életünket, szolgálatunkat, ezen estéri Isten tiszteletet. Mindezekért legyen hála és dicséret Jézusunk megváltó nevében. Amen. Amen. Szerettem, mint fiát a madár, most nincs mellettem. Ó, vajon merre jár? Pedig óvtam széltől, szúró napsugártól, és mégis elment az ősi, atyai háztól. Szabadságra vágyott, szűk volt az otthona. Csalta a híjúság, a tengernyi csoda, nem hallgatta meg az óvó atya szavát, ülelő karjából kitépte magát.
s a büszke gálya test most ott fut a habukon, így szól. Engem az élvezetek varázsomban. Hagyjatok, hadd menjek bút bajt feledni, majd ha megöregszem, tán jobb fogok lenni. Van pénz, lesz dicsőség, itt van két erős karom. Miért nem mennék, hisz úgy lesz, mint ahogy akarom. Félre te bárgyú nép, térdeplő tömegek, amúgy virul a lét, és én oda sietek. Szédítő az iram, de ott egy rejtett szírt. A gálya megremeg, tovább menni nem bírt. Még ezer szerencse, közel-közel egy kis sziget, bár itt is a madár csak átrepül és siet. Fűszál alig virul, virág sem fesledez, halál árnyékának retteget völgyez. Ide veti a sors azt, aki játszik vele, itt majd magába szállhat, ha még van ideje. Hol vagyok? Hol vagyok? Hol a sok szép álom? Tündérország helyett a halál völgyét járom. Itt is rongy, ott is rongy, éhezem és szomjazom. Jöjj égi segítség, tovább nem bírom. Emlékszem, volt atyám, ki nagyon szeretett, ki értem áldozott, dolgozott, felnevelt. Csak egyszer még láthatnám arcodat, csak veled lehetnék, mint szolgád, és nem fiad. Lankadt fűszálakon zümmög a lengeszél, s a bús hajó törött lelkéhez így beszélt. Atyád vár téged, eredj, ne hajj meg itt, rád még az életnek dicső napja virít. Siess a szigetről, itt kísértők járnak, bánj meg, mit vétettél, lesz még bűnbocsánat. Mennék én, zokogja az árva, de hunom ajtaja előttem már zárva. Hisz az örökséget rég eltékozoltam. Atyám elé menni, arra nem gondoltam. De menj el, szellőcske, sugd meg jó atyámnak, vágyom újra látni az atyai házat. S ha van áldása, vagy egy csöpp kegyelem, amíg hazatérek, tartogassa nekem. Völgyön Bércen által suhan az üzenet, aggódó atyának, hogy vigyen örömet. Fiad él, jön haza, készíts ruhát neki, mesztelen testét, ami beteríti. Fiad él, ím zörgets, a porba térdepel, az elveszett megtért irgalmat esdekel. Ajtó sarkig tárul, fiam, hol vagy, jövel. Vedd magadra ezt a ruhát, a tiéd volt, de jobban vigyázzál, hogy ne essék rajta folt. Atya meg gyermeke átölelve egymást, boldogan ünneplik a szép viszontlátást. A bűnről, a múltról nincsen emlékezet, halál sem tépi szét az összefont kezet. Ó, mi jó, hogy atyánk szeretve hazavár, boldog az a lélek, amely hazatalál. Amen. Thank you.
Most pedig meg fogjuk nyitni Isten igéjét. Az igét Pálffy Miklós lelkész testvér fogja szólni. Ő Kolozsvárról érkezett hozzánk. Minden este abban a kiváltságban van részünk, hogy együtt vele tanulmányozhatjuk az Úr Jézus Krisztusról szóló proféciákat. Hallgassuk szeretettel és figyelemmel. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves keresztény testvéreim és barátaim az Úr Jézus Krisztusban, és valóban kiváltság az, hogy Istennek ígéjét tanulmányozhatjuk, azért, mert ahogyan a Szentírás mondja a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versében, Istennek ígéje élő és ható. Azért van szükségünk Istennek ígéjére, hogy legyünk emberek. Isten ígéje nélkül nem vagyunk emberek. Csak valami olyasmi, ami emberhez hasonlít. Azért van szükségünk Istennek ígéjére, hogy legyen reménységünk, legyen bizakodásunk, legyen életünk. Ezen a héten a Jóisten kegyelméből a Bibliának egy olyan műfajával foglalkozunk, amit így hívnak, hogy profécia. Én Kolozsváron abban a kiváltságban részesültem, hogy az adventista liceumnak egy tanára vagyok, és az adventista liceumban van egy ilyen tantárgy, amit a 11. és 12. osztályban tanítunk, az a neve, hogy profécia. Mikor hallja az ember ezt a szót, hogy profécia, vajon mire gondol? Mit jelent, hogy profécia? És a legtöbb ember, akinek van egy kis köze a Bibliához, amikor ezt a szót hallja, hogy profécia, akkor jövendő mondásra gondol. Valami olyasmi, amit a Jóisten megmondott, és az meg fog történni. Na most, ez igaz, hogy a profécia jövendő mondást is jelent, de nem csak jövendő mondást jelent. Különben a Szentírásnak körülbelül egy harmada. Mennyi az egy harmad? Majdnem? Majdnem fele. Tehát a Szentírásnak egy harmada, majdnem fele profécia. És mi olvassuk a Szentírást, és lehet, hogy nem is tudjuk, hogy amit olvastunk, az éppen egy profétai beszéd. Tágabb értelemben véve a szót, az egész Szentírás Istennek kinyilatkoztatása, mert ahogy Péter apostol mondja, a Szentírás Istentől ihletett. Ugye Istentől voltak ihletve az Istennek szent emberei, akik rendelkeztek a prófétaság ajándékával. Nincs egyetlen egy ember sem, aki akár egy könyvet írt volna a Bibliába, és ne rendelkezett volna a prófétaság ajándékával. Ebben az értelemben a Szentírás Istennek a könyve, egy olyan üzenet, amely az Istentől származott, és amely a prófétákon keresztül jutott el hozzánk. És most a legelején engedjétek meg, hogy olvassam el azt a boldog mondást, amelyet Isten azoknak szánt, akik a proféciával foglalkoznak. A Jelenések könyve első fejezetében található a 3. versben azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Én annyi boldogtalan emberrel találkoztam ebben az életben. A saját magam életében is vannak és voltak olyan periódusok, amikor boldogtalannak éreztem magamat, voltak megpróbáltatások. Minden alkalommal, amikor egy ilyen sötét zónán keresztül haladt az életem, volt valami, amiben kapaszkodtam, volt valami, ami bizonyosságot adott az életemnek, sőt, volt valami, amelyről holnap este fogok beszélni, amely kisegített engemet a bizonytalanságból, a téveigésből, egy olyan állapotból, amikor céltalan volt, és nem tudtam, hogy milyen irányba haladjak. Na most, boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Drága testvéreim, meg szeretnék kérdezni benneteket, hogy az iskolában
Milyen tantárgyakat tanultatok? Ha valaki emlékszik. A magyaron, magyar, tehát volt a magyar nyelv, ugye gondolom. Kémia, biológia, és? Fizika, történelem, nagyon fontos. Angol nyelv, én általános iskolában csak orosz nyelvet tanultam idegen nyelvként, sajnos nem fogtam ki azt az időt, amikor most már franciát és angolt is lehet tanulni. Na most a kérdés az, mi lesz abból az emberből, aki nagyon sok kémiát és biológiát tanul? A leggyakrabban mi lesz belőle? Általában orvos. Mi lesz abból az emberből, aki nagyon sok algebrát és mértart tanul? Mérnök. Mi lesz abból az emberből, aki rengeteg történelmet és földrajzot tanul? Történész, ugye? Vagy lehet, hogy idegenvezető, és így tovább. És így folytatni lehet, mi lesz abból az emberből, aki mondjuk nagyon sok fizikát tanul? Fizikus. Na most, mi lesz abból az emberből, aki proféciát tanul? Drága testvéreim, figyeljétek meg! Én nem láttam még olyan orvost, amelyik ne halt volna meg. Én nem láttam még olyan mérnököt, amelyik nem halt volna meg. Én nem láttam még olyan fizikust, aki nem tudta volna azt, hogy előbb vagy utóbb az élete fölé egy maréknyi föld kerül. Nem találkoztam még olyan emberekkel, akik a tudományoknak valamilyen ágán jeleskedtek volna, és ne tudták volna azt, hogy ami az örök sorsukat illeti, valamilyen szerepet játszana a matematika, a kémia, a biológia, a fizika, a történelem, a földrajz, ami az örök sorsukat illeti, valamilyen szerepet játszana a tudománynak valamilyen ága. Mindegyik tudja, hogy a halál után nem ér semmit. És kérdezek benneteket, mindezek ellenére tanítják az iskolákban a proféciát? Nem. Vajon miért nem? Vallásórát tanítanak. Csak a Szentírás nem azt mondja, hogy boldog, aki a vallást olvassa, hanem a Szentírás azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, akik hallják, és akik megtartják a proféciának beszédjeit. Nem a vallásról mondja, hanem a proféciáról mondja. Nem furcsa ez, drága testvéreim. Ha hazamegyünk és felkapcsoljuk a televíziót, hány csatornán találkozunk olyasmivel, ami az Isten proféciáiról beszél? Arról, hogy mi történik a nagyvilágban, rengeteget találkozunk. Hogy mi történik az állatvilágban, mi történik a tudományok terén, hogy milyen szappanoperák vannak, és mindenféle fikció. Mindent lehet találni, mindent. De a proféciát? Drága testvéreim, a világunk leggyakoribb betegsége a depresszió. Mert az emberek vagy nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy az a boldog a Szentírás alapján, aki a proféciát olvassa, hallgatja és megtartja. Ennyit bevezetésül ahhoz, amivel ezen a héten szeretnék foglalkozni. És én hiszem, azért imádkoztam, hogy ez a boldog mondás, ami Istennek egy ígérete, váljon valósággá a mi életünkben. Ma este, kedves testvéreim, evel a kérdéssel fogunk foglalkozni, hogy miért beszél az Isten proféta által. Én sokat vagyok diákok között, fiatalok között, nagyon szeretem a fiatalokat. Tudjátok, hogyha valaki az életben valami olyasmit akar csinálni, ami mondjuk emberekben való befektetést jelent, akkor a legjobb a fiatalokba befektetni, mert egy egész életre fektet be az ember, ha fiatalról van szó. Egy egész élet áll előttük. És a fiatalok nagyon érdekes kérdéseket tudnak megfogalmazni. Rendkívül érdekes kérdéseket. Az egyik reggel azt a kérdést szegezték hozzám, hogy nehéz hinni, vagy könnyű. Majd erről egy másik este fogunk beszélni. Hogy milyen hinni, nehéz, vagy könnyű. De egy másik alkalommal egy fiatal ezt a kérdést szegezte hozzám, hogy ha Isten létezik, akkor miért nem beszél? Ha van Isten a mennyben, akkor miért nem ébreszti úgy a falu lakóit, hogy minden reggel Isten bekiabál, ugye széthúzza az égboltot,
és bekiabál, hogy kedves emberek, itt vagyok, fent az égben, és én szeretlek benneteket, térjetek meg én hozzám. Miért nem teszi ezt az Isten? Jó kérdés, nem? Ha az Isten létezik, akkor reggel, amikor felkelek és imádkozom hozzá, akkor miért nem szólal meg a szobámba? Hogy hallottam az imádat, te az én gyermekem vagy, ezt és ezt cselekedd, hogyha hűséges akarsz lenni. Miért nem beszél így az Isten? Miért nem szólal meg? Gondolkodtatok rajta valaha? Ha az Isten létezik, akkor miért hallgat? Tudjátok, hogy mi keresztények nagyon agyafurtak vagyunk. Ha valami nem működik a kereszténységben, akkor mi azt emberi bölcsességgel működő képessé akarjuk tenni. És mivel az Isten hallgat, akkor a keresztények kitaláltak olyan dolgokat, hogy úgy tűnjön, mintha az Isten mégis megszólalna. Az én szülőfalumban, a falu végén van egy, hogy is lehet ennek, mi is ennek a magyar neve, ahogy kimegyünk a faluból jobb oldalt, van egy ilyen kis elkerített övezet, mennyi lehet az, 2x2 méter, ilyen alacsony méteres kerítéssel elkerített kis övezet, ami mindig tisztában van tartva, és ott van a középen egy keresztfa. Rajta egy bádokból odafeszített Krisztus, ami aztán idő múltával meg is rozsdásodott. A keresztények úgy gondolják, hogy így beszél az Isten. De az a bádok Krisztus hallgat. Hallgat. Más emberek egy keresztet kötnek egy nyakláncra aranyból, és mikor úgy szomorúak, akkor kiúzzák azt a keresztet, ugye, megnézik a keresztfán lévő arany Jézuskát, és Jézus hallgat. Hallgat. Itt lehet, hogy a nagy többségünk ma este protestáns, ezért a templomjainkban, gyülekezeteinkben nem látunk szent képeket, de hogyha elmentek egy másik templom, akkor meglátjátok, hogy a szentek oda vannak festve a falakra, és az Isten is oda van, jártam a Szixtusi kápolnában, Rómában, és oda van festve maga az Isten a kápolna mennyezetére, és mindenki hallgat. Nem szólal meg. Az emberek felkapcsolják a Mária rádiót, vagy az Agnus rádiót, vagy a Reménység rádiót, és azt gondolják, hogy az Isten szól hozzájuk, de igazából kik szólnak ott bele a mikrofonba? Kik? Emberek szólnak, de én azt akarom, hogy az Isten szóljon hozzám. És az Isten hallgat. És drága testvéreim, én ma ezt a kérdést, ma este ezt a kérdést feszíteni akarom, mert nem vagyunk becsületesek az Istennel szemben. Hogyha kérdéseink vannak, és nem tesszük fel. Emlékeztek Jobb történetére? Kik voltak Jobb történetében azok, akik úgymond az Istent védték, és Jobot vádolták be? Kik voltak azok? Hát Jobbnak a barátjai voltak azok, hát az Isten nem verbotta, az Isten nem igazságtalan, az Isten ilyen, az Isten olyan, te vagy a gonosz Jobb. És ki volt az, aki kérdéseket mert feltenni, drága testvéreim? Ki volt az, aki őszintén elmondta az Istennek, Uram, nem tudom, mi történik velem, nem tudom. Mutasd meg, de te hallgatsz. Mert őszinte volt, és tiszta volt a szíve. És hogyha az Isten hallgatott, akkor ő kimerte mondani azt, hogy az én Istenem hallgat, nem tudom, hogy mi történik vele. Egy dolgot tudok, hogy van Isten, hogy miért hallgat, nem tudom. Uram, szólalj meg! Ma este, drága testvéreim, gyertek, keressük meg a Bibliában a választ. És ezt a választ már mindjárt a Biblia első könyvével szeretném kezdeni. A teremtés történetben le van jegyezve Mózes első könyve első fejezetének a 27. versét szeretném felolvasni, hogy figyeljünk nagyon, mert ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan válaszol a Biblia erre a kérdésre, figyelmesen kell követnünk azt, amit az Isten reánk bízott. Emlékeztek, az egyik proféta azt mondja, talán Jeremiás proféta, hogy megtaláltok engem, ha teljes szívetekből kerestek engem. Nem fogjuk megtalálni a jó Istent, hogyha kinyitjuk a Bibliát, és egy szuszra gyorsan elhadarunk egy fejezetet belőle, vagy megtanulunk egy Zsoltárt, az nem az Isten keresése.
megtaláltok engem, ha teljes szívetekből kerestek engem. Mózes első könyve az első fejezetben, a 27. versben figyeljük meg, hogy amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, milyen feladattal bízta meg őket. Azt mondja, teremti tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt férfi, és asszonya teremti őket, és most figyeljünk, és megáld-e Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsitek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön csúszómászó minden állatokon. Más szóval, az Istennek az volt a célja, hogy miután az ember elszaporodik, mert azt mondja neki, hogy sokasodjatok, ugye, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, akkor Ádámra milyen feladatot bízott? Hogy uralkodjon, hajtsátok birodalmatok alá. Más szóval Ádámnak volt számva az, hogy ő legyen a földünk királya. Ő legyen az, akin keresztül az Isten uralkodik ezen a földön. Ádámnak volt adva a föld. Ádám vált a föld tulajdonosává. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok, mondja az Isten Ádámnak és Évának. Tehát Ádám fejedelem, a földünk fejedelme. Meddig tartott Ádám fejedelemsége? Gyertek, menjünk az Új Testamentumba. És az Új Testamentum János evangéliuma 14. fejezetében, János evangéliuma a 14. fejezet 30. versét fogom elolvasni. Figyeljétek meg! Jézus Krisztus búcsú beszéde, amikor a tanítványoktól búcsúzik, az utolsó szavai közé tartozik ez, még mielőtt letartóztatták volna. Azt mondja, nem sokat beszélek már veletek, mert jön e világ fejedelme. Ki a világ fejedelme? Sátán. Ezt nem én mondom, ezt nem Pál apostol mondja, hanem ezt maga Jézus Krisztus mondja, hogy jön e világ fejedelme. És hogyha ennek a világnak a fejedelme Sátán, akkor kérdezlek benneteket, hogy mi a keresnivalója az Istennek ezen a földön? Ha ez Sátán birodalma, ez a bolygó, ha elvette ennek a bolygónak a hatalmi jogát Ádámtól és Évától, egy csalással, egy hazugsággal, félrevezetve az első emberpárt, akire volt bízva a föld fejedelemsége, átverte őket, becsapta őket, és Sátán válik a földünk fejedelmévé, mi a keresnivalója az Istennek ezen a földön? Kérdezlek benneteket. Nem merjük kimondani, hogy nincs mit keresni ezen a földön. Nem merjük kimondani. Mert a mi kereszténységünk megtanította nekünk azt, hogy az Isten a királyok királya. Ez nem igaz. Az Isten a királyok királya lesz. De most nem az. Mikor Jézus Krisztus lejön a földre, úgy jön-e, mint királyok királya? Ha Jézus Krisztus királyok királya lett volna, amikor megszületett Betlehemben, akkor nem egy jászolban született meg, ahol büdösség van. A Jézus Krisztus a királyok királya, és az ő birodalma lenne ez a világ. Emlékeztek, mit mond Jézus Krisztus Pilátus előtt? Hogy mikor Pilátus azt mondja, hogy nekem nem felelszi, nem tudod, hogy mi van nekem? Hatalmam van nekem, hogy elfogjalak, vagy szabadon bocsánat, azt mondja Jézus neki. Azt mondja, semmi hatalmad nem lenne, ha nem adatott volna ez felülről meg. De megadatott neki. Miért? Mert ez a föld Sátán birodalma. Amikor Péter kivonja a szabját, és lecsapja a szolgának a fülét Gecsemáné kertjében. Mit mond Jézus? Az én birodalmam. Nem kérhetem az atyát, hogy küldjön egy tucat angyalt ide? De igen, de az én országom nem e világból való. Én idegen vagyok ebben a világban. Ennek a világnak van egy fejedelme, és azt úgy hívják, hogy Sátán. Tehát az első oka annak, amiért az Isten nem szólal meg
A szobánkban, amikor imádkozunk, hogy az Isten nem szólal meg az égbolton minden reggel, amikor felébred az emberiség. Azért van, mert az Istent száműzték erről a bolygóról. Ez az első oka annak, amiért az Isten nem szólal meg, és hallgat. De nem az egyedüli oka, amiért az Isten hallgat. Hogyha a Bibliát fellapozzuk, egy néhány igét ki fogok vetíteni, hogy az időt lerövidítsük. Volt alkalom, amikor az Isten megszólalt, ugye a zsidó nép, mikor kijött a pusztából, ugye, eljutottak a Sínai hegyhez, és a Sínai hegyen az Isten megszólalt. Most hallgassátok meg, hogy mi történt. Mózes első könyve 3. fejezetének 8. versétől azt mondja a Szentírás, hogy meghallák az Úr, bocsánat, itt még Édenben, visszamegyek egy kicsit Édenben, és utána megyünk majd a Sínai hegyhez. Amikor az Isten megszólalt a bűnbeesett emberpárnak, amikor ők elvesztették a birodalmat, ugye, az uralmat a föld felett, és az Isten megszólal, első Mózes 3.8-ban azt mondja, és meghallák, vagyis Ádám és Éva a bűnbeesés után, miután már elvesztették az uralmat a föld felett, és meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kelben jár vala, és mi az embernek a válasza, mikor az Isten megszólal. Mit mondta az Isten nekik? Ádám, én most téged elpusztítlak. Ádám, én most kioltom belőled el az életet. Ádám, te egy gonosz ember vagy. Ezt mondta az Isten neki. Ordibált az Isten rá. Az Isten nem olyan, mint mi. Amikor felmegy a pumpánk, akkor jót és rosszat mindent összehordunk alappal vagy alaptalanul. Az Isten nem ilyen. Az Isten a szeretet, azt mondja János apostol. Az Isten a szeretet. És ez a szeretet Isten lejött a földre. A bukott emberpárhoz, egy olyan földre, amelyiknek már nem volt más uralkodója, mint Sátán, és megszólal, és mit csinál az ember? Hátat fordít. Nem akarlak látni. És elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől, a kertfái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondané ki, hol vagy? És mondta, szabadat hallám a kertben. És megfélemli. Drága testvérek, keresztény testvérem és barátaim, hány fiú menne még egy olyan lányhoz udvarolni? Akkor a lánynak szólt, hogy én este, mit tudom én, 6-kor jövök, és az bezárja az ajtót, és elrejtőzik. Melyik fiú járna még egy ilyen lányhoz? Ha nem kellek neked, akkor mi van ebből? Akkor nem jövök többet? Melyik lány menne hozzá feleségül egy olyan férfihez, aki minden alkalmat megragad ahhoz, hogy kerülje az ő jelenlétét? Melyik menne egy ilyen férfihez? Minden alkalmat megragad, hogy okot formáljon arra, hogy nekem most dolgom van, nekem most vendégeim vannak, most valaki felhívott telefon, és leteszem. Melyik menne egy ilyen férfihez feleségül, aki mindig megtalálja az okot arra, hogy kerülje a lánynak a jelenlétét? Melyik menne hozzá? Egyik se! És amikor az Isten a földre jött, és megszólalt, az ember hátat fordított neki, azt mondja, hogy én nem tudok veled most beszélni, nekem nincs időm veled foglalkozni, én félek tőled. Látjátok, hogy miért nem beszélt többet az Úr? De amikor beszélt, akkor hátat fordítottak neki. Menjünk egy lépéssel tovább. A Sínai hegyen, amit említettem, Isten kihozza az ő népét, ugye a rabszolga sorsból, az Egyiptomból, és elvezeti őket a pusztába, ahol szövetséget köt velük, és ahhoz, hogy bizonyítékát adja az Isten annak, hogy ő van, hogy ő választotta őket, hogy ő vezeti őket. A Sínai hegyen egy adott pillanatban maga az Isten szólalt meg. És olvassuk a Szentírásban, Mózes első könyve 20. fejezetének a 18. versétől azt mondja, az egész nép pedig látja vala mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürdzengését és a hegy füstölgését, és látja vala nép, és megrémüle, és hátrább áll, és most figyeljünk! Miért nem beszél többet az Isten? Most figyeljünk! Azt mondja a Szentírás, és mondának Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk. De az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne halljunk. Az Isten ne beszéljen velünk, jegyezzük meg, ki mondja ezt?
A pogán rómaiak? A pogán görögök? Vagy az Istennek népe? Azt gondoljátok, hogy azért szólalt meg az Isten a Sínai hegyen, hogy rémizgesse őket? Mint ahogy mit csináljuk, hogy kiveszünk a fakanalat, és a gyerekek rohannak. Nem ezért nyilvánult meg így az Isten. Hanem bizonyítékát akarta adni a zsidó népnek afelől, hogy ő mindenható Isten, hogy ő itt van velük, hogy megsegíti őket, és hogyha a zsidók meghallgatják, akkor az Isten hajlandó megszólalni. És mikor megszólalt, a zsidó nép azt mondja, a választott nép, az Isten népe azt mondja, te beszélj velünk, és mi hallgatunk, az Isten ne beszéljen velünk, tessék, drága testvéreim. Igen ám, csak az Isten nem ember. Az Isten nem arcátlan. Ha egyszer azt mondod az Istennek, hogy nem kell lesz, az Isten azt komolyan veszi, és cserben hagy, magadra hagy, mert az Isten nem erőszakos, az Isten nem erőltett téged. Ha nem akarsz hallgatni, akkor ő fog hallgatni. És most, hogyha az Új Testamentumban megyünk, mert emlékeztek bizonyára, hogy Jézus Krisztus elmond egy példázatot, a szőlőmunkások példázatát, a szőlőmunkások példázatában Jézus Krisztus elmondja, most nem fogom felolvasni, csak így röviden foglak emlékeztetni benneteket, mert én úgy tudom, hogy itt Dobán, főleg azok, akik eljöttetek, Biblia olvasó emberek vagytok, és én építek arra, tudjátok, hogy sokkal könnyebb prédikálni olyan hallgatósághoz, akik Biblia ismerő vagy Biblia olvasó emberek, mert nem kell minden töviről hegyire elmagyarázni. Testvérek azt mondták nekem, hogy itt, ami a Bibliában van, bármiről nyíltan beszélhetek, mert itt olyan hallgatóság van, akik ezeket a dolgokat ismerik és tudják. És ez számomra egy nagy könnyebbség. Bizonyára emlékeztek a szőlőmunkások példázatára, van két vagy három példázat a szőlőmunkásokról. Az egyik példázatban ugye elmondja az Úr Jézus, hogy egy embernek volt egy szőlője, amelyik termett, és elküldte az ő szolgáit, hogy a munkásoktól gyűjtse be azt, amit leszüreteltek, ugye? És elküldi a munkásokat, bocsánat, a szolgákat, és mikor a munkások látják, hogy a szolgák jönnek, hogy a szőlősnek a tulajdonosának elvigyék ugye a jövedelmet, akkor a szolgákat megverték, megölték, visszaküldték, és utána azt mondja az Úr Jézus, hogy utána más szolgákat küldött, hogy azok hozzák be, gyűjtsék be ugye a jövedelmet a szőlő után, és azokat is megverték, visszaküldték, és így tovább. És legvégén azt mondja az Úr, hogy az a szőlős gazda elküldte az ő fiát, azt gondolván, hogy a fiát meg fogják becsülni. És mit mondanak a munkások? Imhol jó az örökös. Gyertek, öljük meg, és a miénk lesz a szőlő. Drága testvéreim, ez szó szerint teljesedett. Az Ótestamentumból olvastuk az imént, hogy az Isten megszólalt. Két ízben többször megszólalt. De most csak két ígét olvastunk fel az Ótestamentumból, és mind a két esetben, amikor az Isten megszólal, az ember nem akar többé szóba állni vele. De az Új Testamentumban az Isten nem csak, hogy megszólal, hanem ahogy mondja János apostol az evangéliumának első fejezetében, hogy az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk. És mi láttuk az ő dicsőséget, mint az Atya egyszülöttének dicsőséget. Tehát nem csak, hogy megszólal az Új Testamentumban az Isten, hanem lejön közénk, testé lesz. Húsból és vérből és csontokból, mint mi. Meg lehetett érinteni. Lehetett hallani a hangját, lehetett nézni a tekintetét. Itt volt közöttünk, és figyeljétek meg, hogy mi történik az Új Testamentumi Szentírásban, amikor az Isten nem csak megszólal, hanem lejön az emberek közé. Olvasom a Lukács evangélium a 4. fejezetéből az Istennek igéjét. A Lukács evangélium a 4. fejezete. Jézus Krisztus Názáretben feláll a zsinagógában olvasni és prédikálni. Azt mondja a Lukács evangélium a 4. fejezetének a 16. verse, azt mondja, és méne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és feláll olvasni. Ki olvas a názáreti zsinagógában? Az Isten fia. És mi
Jézus Krisztus honfitársainak a válasza. A Lukács evangélium a 4. fejezetének a 28. verse azt mondja a prédikáció végén, és Betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, amikor ezeket hallották, és felkelvén kiűzik őt a városon kívül, és vívjék őt annak a hegynek a szélére, amely az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Kit? Az Isten fiát. Mert mit csinált az Isten fia? Megszólalt. És akkor, drága testvéreim, ha ma az Isten megszólalna, azt gondoljátok, hogy a kereszténység másképpen viselkedne? Most csak ide idézem egy másik alkalmat, mert Jézus Krisztust nem csak akkor akarták meggyilkolni, amikor keresztre feszítették, hanem legalább még 3 alkalmat említ a Szentírás, amikor itt van az egyik, le akarták taszítani egy szakadékba. Aztán a János evangéliumának 8. fejezetében, amikor Jézus Krisztus megszól, és azt mondja, hogy ha valaki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, nincsen élet abban. És mit csináltak a zsidók? Azt mondja a Szentírás, hogy köveket ragadtak, és Jézus Krisztus kezdték kitaszítani a városon kívülre, mert így történt a megkövezés, hogy ott agyon kövezzék és elpusztítsák. Miért? Mert az Isten megszólalt. És kérdezlek én benneteket, miért szólaljon meg még az Isten, hogyha őt egyszer száműzték ebből a világból? Hogyha ennek a világnak van egy másik fejedelme, mit gondoltok, hogy mit mond Sátán, hogyha Isten megszólal ebben a világban? Ez az én világom! Mit keresel az én világomba? Te azt mondod magadról, hogy becsületes vagy! Akkor tessék kimenni az én világomból. Hogy tudjon megszólalni az Isten, ha a saját népe az, aki kitoloncolja és kitaszítja ebből a világból, amikor megszólal? Egy hallgatag Jézus soha nem feszítettek volna keresztre. Egy olyan Krisztust, amelyik soha nem szólal meg, ott volt 30 éven keresztül. Názáretben, drága testvér. 30 éven keresztül ott volt Názáretben. Hányszor akarták megölni 30 év alatt, ameddig nem szólalt meg? Egyszer sem. De hogy megszólalt, lépten nyomon olvassuk az evangéliumban, hogy el akarták hallgattatni. Drága testvérem, tessék itt a válasz. Miért nem szól az Isten? Mert nem hallgatják meg. Azért nem szól, mert száműzték ebből a világból, hogy ez a világ legyen a miénk, ahogy mi képzeljük el, ahogy mi kívánjuk, a mi életünk legyen olyan, ahogyan mi tervezzük azt meg számunkra. Tudjátok, hogy az Isten akaratának való alávetése a mi akaratunknak nem egy egyszerű dolog. De enélkül nincsen üdvösség. Ha nem tudunk megállni Jézus Krisztus előtt, és azt mondani Jézus Krisztusnak, amit ő maga mondott a saját maga során Getsemáné kertjében, hogy Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Na de az Isten megtalálta módját annak, hogy mégis, ha bár nem ő személyesen, ha bár nem nyílik meg reggelente az égboltozat, ha bár nem hallunk hangokat a szobánkban, amikor imádkozunk, Isten mégis megtalálta a módját, hogy kommunikáljon velünk. És ide olvasom az Ámos próféta könyvének 3. fejezetének 7. versét. Ámos egy próféta volt, és most figyeljünk, ez egy csodálatos ige. Ez egy csodálatos ige. Azt mondja Ámos próféta, mert semmit, mennyit? Semmit. Semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Drága testvéreim, a mi világunkban, amelyikben élünk mi ma most, nem történik semmi jelentős, anélkül, hogy az Isten az ő profétáinak ne jelentette volna meg. Lehet, hogy most valaki közületek azt mondja, hogy hát jó, de az Isten nem mondott semmit például a COVID-járványról. Nem mondott semmit? Tényleg? Ott van benne Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy hallanotok kell majd háborúkra, háborúk híreiről, és aztán mondja a sorját tovább, hogy mik fognak történni a világban, és közöttük azt mondja, hogy lesznek dökhalálok, ami a Biblia nyelvezetében járványt jelent. Ott van benne a Szentírásban.
Semmi lényegeset nem cselekszik az Isten a megváltás történetében, anélkül, hogy ne kommunikálná az ő szándékát, anélkül, hogy ne adná tudtára azt, ami történni fog ebben a világban, kinek? Nem hirdeti az égboltozatról, de azt mondja, hogy ő azt rábízza az ő szolgáira, a prófétákra. Itt van az Isten szava. Az Isten létezik, és megszólal ebben a könyvben. És drága testvéreim, ebben a könyvben, amit én most a kezemben tartok, ezen a könyvön kívül nincs semmi biztos az egész világban, amibe bízhatnánk, ami az örök életet illeti. Nincs semmi biztos. Nem biztos az, amit a szüleinktől tanultunk, nem biztos. Én 14 évesen konfirmáltam, és nem volt biztos. Nem biztos az, amit a paptól vagy a lelkésztől hallunk, még amit tőlem hall, semmi nem biztos. Nem biztos az, amit egy édesanya, ugye sokszor elnézően az ő gyermekére bíz, mert elnéző és szereti a gyermekét, és maga az anya is el van vakulva. Nem biztos. Nem biztos az, amit az imakönyvekben olvasunk. Nem biztos az, amit a teológusok tanítanak. Nem biztos az, amit a tankönyvekben olvasunk, különben, hogyha visszaemlékeztek, hogy a tudományos dolgok hányszor változtak, mert mindig újabb és újabb dolgokat fedeznek fel, vagy a gyógyszerek. Vannak olyan gyógyszerek, amelyeket az orvosok felírtak 100 esztendővel ezelőtt, most azt mondják rájuk, hogy az mérgező. Nem biztos semmi. Se a tudomány, se a tévé, se a könyvek, se az emberek, senki és semmi nem biztos ebben a világban ezen kívül. Lehet, hogy most egy kicsit nagyképűnek hangzik azt, amit mondtam. De hogyha eljöztök, és hogyha Jóisten megáld minket estéről estére, meg fogjuk látni, hogy milyen bizonyítékát adta az Isten annak, hogy ami ebben a könyvben van, az biztos. Mert ebben a könyvben rejlő proféciákkal fogunk foglalkozni Jézus Krisztussal kapcsolatban. Na most, drága testvérek, gyertek egy néhány dolgot röviden és tömören és gyorsan. Vegyünk át abból, amit a profétai hivatás jelentett a Bibliában. Az Ótestamentum és Új Testamentumi Szentírásban, de főleg az Ótestamentumi Szentírásban, Isten népében három fontos hivatal volt. Ugye, volt a pap, vagy a király, vegyük a királyt, ugye az volt talán a leghatalmasabb, mert ő rendelkezett hadsereggel, és végre tudta hajtani az akaratát, hogyha úgy akarta. Aztán volt a pap, és volt a próféta. Ha összehasonlítjuk őket, akkor meg fogjuk látni, hogy a három hivatal közül csak az egyik volt kizárólag az Isten ellenőrzése alatt. Mert ugye az Ótestamentumban ismerünk hűséges királyokat, de ismerünk hűtlen királyokat is? Igen vagy nem? Természetesen igen. Tudunk mondani egy hűtlen királyt? Az Ótestamentumban is jelenti? Tessék? Saul! Egy hűtlen király, egy Isten ellen lázadó király. Vagy ott van például az Ótestamentum szörnyetege, nem tudom, hogyha ismeritek, úgy hívják, hogy Manassé. Ez több mint 50 évig uralkodott Izraelben. A saját gyermekeit feláldozta a pogány isteneknek. Manassé, egy sötét életű király. Aztán volt a főpap. De ez a hivatal sem volt Isten ellenőrzés alatt, mert tudjátok, hogy kik ítélték halálra Krisztust? Egy főpap. Viszont a próféta az mindig Isten szolgálatába, és mindig Isten ellenőrzés alatt állt. Ha nagyon röviden így áttekintjük, párhuzamba hozzuk a három hivatalt, akkor a királyi hivatal az mindig az apáról a fiúra szállt, úgy volt ez a keresztény királyok esetében is, úgy volt ez a pogány királyok esetében is. A papság hasonlóképpen apáról fiúra szállt, de a prófétaság, ha valaki proféta volt, föltétlenül proféta gyermekei voltak? Nem. Nem. Aztán ugye mind a hármuknak volt tekintélyük, a királynak is volt tekintélye, de hivatalból volt tekintélye, mert királlyá kenték. Lehet, hogy nem tett semmit a nép érdekében,
csak egyszerűen királyfiú volt, és ezért tekintélyt kapott. Hasonlóképpen a pap esetében is ugye felvette a papi palástot, és mindjárt megjelen a pap palásban, Izrael népe előtt, és neki tekintélye van, de miért? Mert ő tett valamit a népért? Vagy Isten kiválasztotta? Nem. De a profét esetében a tekintélyt, az isteni elhivatás kölcsönözte, hogy amikor Illés proféta megjelent Akháb király előtt, akkor Akháb király megrezzent, megdöbbent, mert tudta, hogy ebből baj lesz. Aztán ugye a király volt a nép politikai vezetője, ő volt az, aki a törvényeket gyakorlatba ültette, és sokszor nagyon önkényesen uralkodott a nép felett. A pap volt a nép vallásos vezetője. Nem a proféták vezették a népet, hanem a királyok és a papok. Ez így van mai napig, nem tudom, hogyha tudjátok. Nem gondolkodtatok rajta, hogy mit keres a pápa az Európai Parlamentbe például? A világ nem demokratikusan van vezetve, nehogy valaki félre gondolja ezt. A demokrácia csak a felszínen létezik. Mindig a döntő alanyok és a döntő tényezők az zárt ajtók mögött vannak, akiket mi nem látunk. És mindig a politika és a vallás nagyon jó harmóniában tudott, a történelem leggyakoribb harmóniáját tudták alkotni akkor, amikor az emberek felett való vezetésről van szó. A proféta viszont a nép lelki vezetője. És a nép, amikor a proféta jött, inkább hajlandó volt a profétára hallgatni, mint a királyra vagy a papra, és ilyenkor mi történt a profétával? Eltették láb alól. Mert a királynak és a papnak az útjában volt. És negyed sorban ugye a király a civil törvényeket alkalmazta, a pap a ceremonis törvényeket alkalmazza, ugye? Viszont a proféta az az Isten akaratának a megvalósítója. És szeretnék most nagyon röviden egy néhány példát idehozni, hogy kik voltak proféták, de utána aztán rátérünk egy-két konkrét esetre, hogy a proféták hogyan gyakorolták a hivatalukat, amikor Isten elhívta őket. A proféták azok nagyon változó körülmények közül voltak elhívva. Nem számított, hogy milyen képzésben részesültél, nem számított, hogy mennyi idős vagy, nem számítottak az emberi tényezők, egy dolog számított, pontosabban kettő, mindjárt látni fogjuk, hogy mi számított. Mózes például 80 évesen van elhívva profétának. Nem tudom, hogyha van-e valaki ma este, aki 80 évet meghaladta. Talán lehet, hogy van egy-két személy. Nem tudom, hogyha van. Mózes 80 éves volt, amikor az Isten azt mondta Mózesnek, hogy Mózes, te most az én profétám leszel. Mit mondott Mózes? Én a te profétád? Ha, erről szó se lehet. Majd mindjárt látni fogjuk. Ámos proféta egy barompásztor és fügeszedő. Tehát teljesen más kategória. Ugye Mózest az egyiptomi udvarban nevelték, lángelme volt. Vannak olyan irodalomtörténészek, akik azt mondják, keresztény történészek, akik azt mondják, hogy Mózes találta fel a fonetikus ABC-t. Mert addig is volt írás, de képírás volt. Viszont ugye, hogy nekünk vannak a betűk, és akkor minden betű egy hang, ez egy nagyon-nagyon jó eszköz arra, hogy bármit nagyon kevés ismerettel le lehessen írni. Ellenben Ámos egy nagyon egyszerű ember volt, ugye Jeremiás nagyon fiatal, egy papnak a fia, akit kamaszkorában hívott el az Isten profétai szolgálatra. Aztán Elizeus proféta, ugye amikor Illés proféta találkozik vele, éppen a földműveléssel foglalkozik. Dániel fiatal értelmiségi, magasrangú tisztviselő ugye a babiloni király udvarában. Egy alkalommal aztán ugye később a Perzsa Birodalom idején miniszter is lesz belőle. Simon Péter, galileai halászember. Nagyon egyszerű ember. Máté, zsidó vámszedő, Pál apostol egy zsidó értelmiségű, ugyancsak egy lángelme, és farizeus. Na most, drága testvéreim, nem az volt a fontos, hogy milyen származásod van, hogy hívnak, milyen foglalkozásod van, milyen képzésben részesültél, mi volt a fontos, amikor Isten elhívott egy profétát? Volt legalább két közös vonása a profétáknak. Az egyik az Isten iránt való feltétel nélküli elkötelezettség. A profétának nem számított, hogy milyen következményekkel jár az, hogy ő elmondja azt, amit az Isten reá bízott. Nem számított. Isten azért választotta ki őket,
mert tudta, hogy ezek a végletekig készek lesznek elmenni azért, hogy az Isten akaratát tolmácsolják. Nem félnek senkitől és semmitől. Dániel esetében ugye olvassuk itt a Dániel könyve 6. fejezetének 10. versében, amikor kiadtak egy rendeletet, amelynek az áthágása halálbüntetéssel járt, akkor Dániel azon perc áthágja ezt a rendeletet, mert az Istennek parancsolatába ütközik. Azt mondja a Szentírás, hogy Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bemine az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé. És háromszor napjában térdre esik, könyörge és dicséretet tűn az ő Isten előtt, amiként azelőtt cselekszik vala. Na most figyeljük meg ezt az embert. Amikor megtiltotta a perzsa kormány, hogy valaki a perzsa isteneken kívül más istenekhez imádkozzék, akkor Dániel hazamegy, bezárja az ablakokat, és imádkozik. Ezt csinálja? De miért nem zárta be az ablakokat, drága testvérei? Vagy Dániel miért megy haza imádkozni, nem imádkozhatott volna ott, ahol a hivatala volt? Hát én is lehajtom a fejemet csendben, ülök a vonaton, lehajtom a fejemet csendben, és fohászkodom saját magamban. A Jóisten úgy is tudja. Mi nem teszi ezt, Dániel? Vagy sokan azt mondják, hát én hívő ember vagyok. A Jóisten úgy is tudja az én szívemet. Tényleg? Nem így működik az Isten iránt való ragaszkodás. Aki a te szívedben vagy, az kell legyél a te hétköznapi életedben is. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy nem rejthetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem világítson. Úgy világítson a ti életetek, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék az Istent, aki a mennyben van. Kereszténynek lenni nem lehet dugiba. Kereszténynek lenni nem lehet, hogy csak én magamban úgy belül vagyok keresztény. Nem. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ó, tényleg, a kereszténység nem arról szólt, hogy a bankkártyáról soha nem fogy el a pénz? A kereszténység nem arról szól, hogy soha nem leszek beteg? A kereszténység nem arról szól, hogy soha nem fogok éhezni? Nem erről szól a kereszténység, hanem valami másról. Hogy mi Istennek vagyunk a követői és az ő gyermekei, kinek a világába, hogy tanultuk ma este? A sátán birodalmába. Ez egy harcmező, drága testvéreim, ahol vagyunk mi ebben a világban. A mi szívünk, drága testvéreim, és a mi elménk harcmező. Küzdelem folyik érettünk, mert ez nem az Isten ország, ahol vagyunk, hanem ez sátánnak a birodalma. Tehát az Isten elhívja azokat az embereket profétának, és ez a proféták első közös vonása, hogy Isten iránt feltétel nélkül el vannak kötelezve. Bármilyen kockázat. Kérdezlek benneteket, a tanítványok közül melyik halt meg öregség miatt végelgyengülésben? Jézus Krisztus tanítványai közül melyik halt meg öregség miatt végelgyengülésben 99 évesen? János apostol eltekintve, de Jánosról fontos tudni azt, hogy János is mártír halált hal, ha az Isten nem lép közbe és nem menti meg az életét, mert Jánost egy adott pillanatban megfogták, elítélték, halálra ítélték, és a római katonák egy felforralt olaj, egy üst volt, amiben forralt olaj, és abba dobták bele. És mikor látták, hogy János nem hal meg, megijedtek tőle, és száműzték Pátmos szigetére, mert azt gondolták, mert babonásak voltak, azt gondolták, hogy ő Isten, de különben ő is meghalt volna, mártír halált halt volna. Az első közös vonásuk a profétáknak, hogy végletekig el voltak kötelezve az Isten mellett. A második közös vonásuk, hogy a profétáknak nem volt önbizalmuk. Tudjátok, mit tanítanak ma pszichológia órán a liceumban? Legyen önbizalmat. Te azért vagy olyan tutyimutyi, mert nincs önbizalmat. Te azért nem mersz vállalkozni az életben, mert nincs önbizalmat. Te azért lettél depressziós, mert nincs önbizalmat. És szépen a modern pszichológia eltávolítja az embereket Istentől, hogy kiben bízzanak?
önmagukban. De Isten ilyen embereket nem tudott elhívni profétai feladatra. Mert figyeljük meg, amikor Isten elhívja Mózest, azt válaszolja Mózes, volt Mózesnek önbizalma? Azt mondja, kérlek Uram, nem vagyok én ékesen szóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú vagyok, és nehéz nyelvű vagyok, és ha tovább olvasták a Szentírásban, azt mondja Mózes, küldj el, akit te akarsz, csak engem ne. Pedig Mózest Egyiptom főiskolán képezték. Mózes egy lángelme volt. És miért volt szüksége Mózesnek arra, hogy 40 évig pásztorkodjon? 80 évesen hívja el az Úr. De miért volt szükség arra, hogy Mózes 40 évig pásztorkodjon? És járja reggeltől estig a dombokat ott azon a vidéken? Hogy az önbizalma tűnjön el. Mert az Isten nem tud cselekedni nagy dolgokat olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy na, én vagyok valaki, Uram, rám számíthatsz. Nem így működik. Ott van Ézsaiás proféta, azt mondja Ézsaiás, amikor Isten megszólítja őt, azt mondja, hogy jaj, nékem elvesztem, mivel tisztáltalan ajkú vagyok, és tisztáltalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták az én szemeim. Ézsaiás elretten a profétai hivatástól, és azt mondja az Istennek, én nem vagyok alkalmas, én túl bűnös ember vagyok. És pontosan ezt teszi Ézsaiást alkalmassá arra, hogy Isten profétája legyen, mert nem bízik önmagában, bűnösnek látja magát. Jeremiás, mikor Isten megszólítja Jeremiást, azt mondja Jeremiás, Uram Isten, íme én nem tudok beszélni, mert hiszen ifjú vagyok én. 17 éves lehetett Jeremiás, a papfiú. És papfiú volt. És azt mondja az Istennek, Uram, hát egy ilyen feladatra bárkit elhívhatsz, bárki alkalmas, én nem vagyok alkalmas rá. Nem volt önbizalmuk. De pont ilyen emberekre volt szükség az Istennek, mert azt a munkát, amit a proféták végeztek, nem lehetett emberi eszközökkel elvégezni. Pál apostol egy alkalommal azt mondja, hogy én többet cselekedtem, mint a többiek együttvéve mégis. Azt mondja Pál apostol, hogy nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus. És most ide szeretnék hozni egy példát, hogy... Az idő rövidsége miatt át fogunk ugrani egy néhány gondolaton. Ide szeretnék hozni egy-két példát, hogy figyeljük meg, hogy milyen óriási nehéz volt a prófétai feladat. Bizonyára hallottatok Nátán prófétáról, ugye őt Dávid király idejében hívja el a Jóisten prófétai szolgálatra, és Sámuel második könyvének a 12. fejezetében olvasunk egy feladatról, amelyet Isten Nátán prófétára bízott, egy rendkívül komplikált feladat. Miért? Mert az Old Testamentumban volt három hivatal. Melyik volt a három hivatal? Volt a király, a pap és a próféta. A három közül melyiknek a kezében volt a hatalom gyakorlása? A királynak és a papnak. Na most akkor, amikor feszültség adódott a földi hatalmak és a proféta között, általában a profétát eltették lábalól. És senki nem tudta megmenteni a profétának az életét, mert őt nem védte semmilyen földi hatalom. Na most a Sámuel második könyvének 12. fejezetében olvasunk egy rendkívül komplikált feladatról, amelyet Isten Nátán profétára bízott, akkor, amikor Izrael királya, ugye, paráznaságot követett el, Betsabével bizonyára ismeritek a történetet, és nem volt elég a paráznasság, hanem eltette lábalól az asszonynak a férjét, akit Úriásnak hívtak. Na most melyik az egész udvar tudott róla? Mert az emberek nem vakok. A királynak nehéz magán. Tehát bár amennyivel nyilvánosabb személyiségé válik valaki a társadalom, így van mai napig, annál nehezebb magánélete van. Tehát tudtak róla, a szolgák meglátták, nem lehetett elrejteni, az emberek tudtak róla, mindenki tudott róla, csak egyet nem mert senki megtenni. Hogy elmondja a királynak, hogy te egy parázna vagy, és egy gyilkos. Hát hogy mondja ilyet a királynak? Mi történik utána? Meghalsz. És az Isten száműzték erről a földről, ahogy olvastuk, és mit olvastunk még Ámos proféta könyvében? Hogy semmit, mit cselekszik az Úr? Azt mondja a Szentírás, hogy semmit
Nem azt jelenti, hogy semmilyen apróság, de semmilyen lényegeset az Isten nem cselekszik ebben a világban, anélkül, hogy ne jelenteni meg titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. A profétáknak az írása itt vannak ebben a könyvben. Ha valaki hallani akarja az Isten hangját, olvas ezt a könyvet. Na most ott van Nátán proféta, és olvasom most az ígét, mert a legjobban és a legegyszerűbb az, hogyha elolvasom. Elkülde azért az Úr Dávidhoz Nátán profétát, ki bemenvén hozzá mondani ki. Két ember vala egy városban, egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának, a szegénynek pedig semmilyen nem vala, egyéb egy kis nőstény báránykájánál, amelyet vett és táplált vala, s felnevelkedett nála gyermekeivel együtt. Saját falatjából evett, és poharából ivott, és keblén aludt, és néki olyan vala, mint egy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy vendégének ételt készítsen belőle, aki hozzáment vala, hanem elvevé a szegénytől az ő bárányát, s azt főzeti meg a vendégnek, aki hozzáment. Akkor felgerjedett Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az, az ember, aki ezt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy azt művelte, és annak nem kedvezett. Ott áll a proféta, az Isten embere, a haragra gerjedt király előtt. Kinyújtja az ujját, azt mondja, te vagy azaz ember. Te vagy azaz ember. Nátán a valóságban ott állt, az élet és a halál között. A királynak csak egy parancsába került volna, hogy Nátánt azonnal elpusztítsák. Könnyű volt profétának lenni? Nem. Nem. De Isten mégis talált ilyen hűséges embereket, akik képesek voltak az életük kockázatával is, mégis Isten üzenetét tolmácsolni az embereknek. Még egy példát fogok idehozni, ugye ott volt Illés és a Baál imádat megdöntése, Dániel és a végidei proféciák, és sok mindent ide lehetne sorolni, de még egyetlen példát engedjetek meg. A Királyok első könyvének 22. fejezetéből szeretném idehozni ezt a példát. A Királyok első könyve 22. fejezetében találjuk ezt a nagyon érdekes eseményt, amikor Izrael és Júda királya szövetkeztek, hogy a pogányok ellen hadakozzanak közösen, és Jósafát és Akáb királyokról van szó. Jósafát király, aki úgy látszik, a szövegből kiderül, hogy Jósafát király az egy hívő ember volt, nem akart úgy háborúba menni anélkül, hogy megkérdezzék az urat. És hogyan kérdezik meg az urat? Mit tanultunk ma este? Hogy semmit sem cselekszik az én uram az Úr, anélkül, hogy megjelenteni az ő titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. És ott van a két király, ott vannak a hadseregek összegyűlve harcra készen, és Jósafát, aki hívő ember volt, odaszól Akhábnak, Akháb, te Akháb, nem kérdezzük meg az urat? Nincs valami profétád? És Akháb azt mondja, persze, hogyne? És odahoz 400 profétát. És akkor megkérdezi tőlük, hogy mit mond az Úr, hogy mit cselekedjünk, menjünk-e háborúba, vagy sem? És azt mondja a 400 proféta, a Királyok első könyve a 22. fejezetnek 12. versében, és a proféták is mindjárt neképpen jövendőltek, mondván, menj fel Rámot Gileád ellen, és jó szerencséd lesz, mert az Úr a király kezébe adja. Jósafátnak furcsa volt ez a dolog, hogy 400 proféta, soha az Úrnak nem volt ennyi profétája. Mert az Úr általában egy-egy embert hívott el. Nem hívott ez 400. 400 hamis proféta volt Izraelben. És itt a profétaság jelenségének egy másik hamisítvány fajtájával találkozunk, hogyha van Istennek profétai hivatala, akkor van Sátánnak hamisított profétai hivatala. Vannak hamis proféták. Na de Jósafát király, aki hívő ember volt, neki nagyon gyanúsnak tűnt ez a nagy többség, hogy most mindenki azt mondja, és dicséri, és ezek igazából hízelektek a királynak. És oda kérdez Jósafát
Akáb király, és azt mondja, hogy te Akáb, neked nincsenek más profétáid is? Azt mondja, de igen, van, úgy hívják, hogy Mikiás, de nekem mindig rosszat jövendől. És azt mondja Jósafát, na várjunk csak, rosszat jövendől? Hát általában mikor hívott el az Isten profétákat? Hát akkor hívott el profétákat, amikor valami baj volt, nem? Vagy hogyha a király rossz úton járt, akkor mit mondhatott volna neki a proféta? Csodálatos uram, királyom, te vagy a legnagyobb király és legcsodálatosabb ember ezen a világon. Ezt mondja neki? Nem. És azt mondja Jósafát, hozd ide Mikiást. És odahozzák Mikiást, és miután megkérdezik Mikiást, azt mondja Mikiás ott a királyoknak, s az embereknek, a nemeseknek, akik oda összegyűltek, azt jövendöli Mikiás proféta. Előbb elmondja, hogy azok a proféták, akik az imént szólaltak meg, itt Királyok első könyve, 22. fejezet, 23. versében, íme az Úr hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te profétáidnak szájába, és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened. Azon nyomban az egyik hamis proféta arcul veri Mikiást, mert a király ellen mert szólalni. A földi hatalom ellen mert szólalni. Ma is különben, akik túl sokat szólanak a földi hatalom ellen, így úgy, előbb vagy utóbb eltűnnek. És akkor odafelel, visszafelel Mikiás, és mondta Mikiás, íme meglátod azon a napon, amikor az egyik kamrából a másik kamrába mégy be, hogy elrejtőzhesz, az Izrael királya pedig mondja, fogjad Mikiást, és vidd vissza őt Amonhoz, a város fejedelméhez, és Joáshoz, a király fiához, és tömlözbe vetik Mikiást, ugye? És Mikiás a legvégén azt mondja, ha békességgel térsz vissza, mondja a királynak, nem az Úr szólott én általam. Az volt az utolsó alkalom, amikor a nép Akáb királyt még látta. Mert az Isten beszélt a proféta által. Drága testvéreim, ezen a héten Jézus Krisztussal kapcsolatos proféciákkal foglalkozunk. Mert semmit nem cselekszik az én Uram, az Úr, anélkül, hogy megjelenteni titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Drága testvéreim, van Isten. És az Isten megszólal, de nem úgy, ahogy mi gondoljuk, hanem az Isten megszólal az ő profétáin keresztül, az ő könyvén keresztül, azért, mert nem szeretné, hogy az emberek eltévejedjenek. Nem szeretné azt, hogy az emberek, a világ, az embereket a világ elszakítsa az ő szerető atyai szívétől. Isten nem szeretné azt, hogyha mi céltalanul bolyonganánk ebben a világban, hanem legyen egy Istenünk, legyen egy hitünk, legyen egy megtérésünk, legyen egy reménységünk, legyen egy bizakodásunk, legyen egy úti célunk, az örökké valóság, és a mi szerető Jézus Krisztusunk, és a mennyei jó atyánknak országa. Amen.
csodálatos üzenetét, amelyen keresztül megismerhettük azt, hogy Isten ezen időben a proféták által szól hozzánk. És a proféták szavait pedig Isten igében, a Szentírásban találjuk. Bátorítok és hívok mindenkit, hogy estéről estére jöjjünk el erre a helyre, és együtt fedezzük fel azt, amit Isten üzen számunkra a proféciákon keresztül, Jézus Krisztuson keresztül. Meghívom a gyülekezetet, álljunk fel, és megkérem a lelkész testvért, hogy vezessen bennünket egy imába. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, Jézus Krisztus nevében bátorkodunk te eléd járulni, és a te áldott karjaidba letenni ezeket az embereket, akiknek a neve fel volt olvasva. Jó atyánk, mi erőtelenek vagyunk, megvalljuk gyarlóságainkat, de feltekintünk tereját, hiszen te megígérted, hogy kiáltsunk hozzád, és te meghallgatsz minket. Ezért kérünk tégedet, hogy ezeket a betegeket, akár fizikai betegek, akár lelki betegek, hozzál változást az életükben. Add vissza egészségüket, jó atyánk. A te áldott kezeidet helyezd oda a sebeikre, és változtasd egészségesre azt, ami beteg, és hogyha lelkileg szenvednek, segíts meg, hogy megtalálják bizodalmukat, megtalálják örömüket és boldogságukat Jézus Krisztusban. Mutasd meg magadat nekik, és nekünk is, add, hogy a mi hitünk így nevekedjék és erősödjék, hogy látjuk a te cselekedeteidet, és a te válaszaidat a mi imáinkra. Jézus Krisztus nevében könyörögtünk. Amen. Amen.